Első állomásunk az a piac lesz. Kóstoljuk a Setúbali piacon az osztrigát egy kis pezsgővel. Na, hogy ízlik? Tetszik? Setúbali piacon ilyen nagy, óriási halakat találsz. Annyira friss az áru. Látom, hogy itt van a halász is. És figyeljük meg, hogy milyen karthal. Ilyen hosszú. Nem csak halakat találunk a setúbali piacon, hanem zöldségeket is. Nagyon friss zöldségeket. Irány a belváros, ahol egy kellemes sétát teszünk a Sikátoros utcáiban. Tudtad, hogy Setúbal Debrecen testvérvárosa? Erről természetesen majd a túrán egy legendát, egy történetet fogok majd mesélni neked. Annyira kellemes a hangulat ebben a kisvárosban, szerintem üljünk le egy kávéra. Szent Fülöp erődből irány egy manufaktúra, mégpedig egy csempe manufaktúra. Meg is érkeztünk, hamarosan betekintést nyerhetünk, hogy hogyan is készül az azulejzsó. Általában ugye homokot szokott használni, és igen, magát ugye az anyagot. Szóval különböző ilyen festékeket használ, ugye a színeket. A fejének van íz, és abban a feketében pedig olaj. Igen, és az olaj és a víz nem fog összekeveredni, és ezért nem. És tesznek egy ilyen kis befejezést. Azeitán városában kihagyhatatlan, hogy ne vegyünk részt egy borkóstoláson. A
borkóstoláson vagyunk, és kék bort is fogunk inni. Gyönyörű a szín. Fontosnak tartom megemlíteni, hogy nem mindig tudunk ebbe a palotába betérni. Túráim során ezt a programot többféleképpen állítom össze. Írj rá!